Horváth Milán, a műsorok felvezetője ismertette a kínálatot. Rengeteg csodás fellépő volt, legfőképpen tamásiak. Többek között szeretném megemlíteni a Cserlányokat, illetve a Bolhazsák zenekart, ugye, és a Latin Tánc show műsort, ami majd a későbbiekben fog következni, illetve hát jön majd az unokatestvérem Jankó, és én, Milán fogunk majd az est végén zárni egy latinos műsorral. A dolgozók örülnek a kezdeményezésnek, elmondásuk szerint jó kizökkenni a hétköznapi hajtásból. Ettünk rántott hús, szalmakrumplit, lángost, nagyon finom volt, minifánkot is ettek a gyerekek, fagyisztunk is, az is nagyon finom volt, légbároztak egy csomót, dodzsemeztek, most várják a Skander versenyt, úgyhogy nagyon jó, szerintem nagyon jó, nekünk tetszik. Köszönjük szépen még egyszer a lehetőséget. Péter Schulz ügyvezető igazgató szívesen fogadja a rengeteg érdeklődőt, és azt, hogy az egész hetes kánikula ellenére hétvégén kedvezett az időjárás a programnak. Es ist zum Glück nicht ganz so heiß wie die anderen Tage, wie gestern. Nagyon örülünk neki, hogy kegyes volt hozzánk Isten és az időjárás, hogy nincs akkora hőség, mint tegnap, most kicsit jobb idő van. Talán a szél majd kicsit leül. Reméljük, hogy a gyerekek és a családok is jól fogják érezni magukat. A magyarok igazi húsimádók, a termékek népszerűsége töretlen az országban. Ehhez nélkülözhetetlen a kiváló alapanyag minőségének fenntartása. Magyarországon a legkedveltebb termék a füstölt bacon szalonna. Nagy sertéshús fogyasztó társadalom vagyunk. Itt mindenki szereti magának megsütni otthon úgy, ahogy neki kedvére való. Ez az, ami a legnagyobb mennyiségben fogy. Itt sok jó minőségű sertés van, és a munkaerő is kiváló. Hervorragende Mitarbeiter im Schweinefleischbereich hat aber auch sehr 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 gute Qualität. A családi napon minden adott volt a szórakozáshoz, finom falatok, kellemes zene, érdekes bemutatók. Nem véletlen minden évben a sok látogató.